Yorkban megrendezett világ legjobb szállodája címet kapta a mindössze másfél éve nyílt Aria Hotel. A díjat a TripAdvisor utazó közönségének véleménye alapján lehetett elnyerni. A zene által inspirált design, exkluzív rooftop bar és odaadó vendégszeretet. Ezek a fordulatok tértek vissza legtöbbször az utazók kommentjeiben, amikor az Aria Hotel Budapestet értékelték. A szálloda igazgatóját, Mário Magalhaest is meglepte a kitüntető cím, amelynek, mint elárulta, természetesen nagyon örült. Jelenléte kulcs a szálloda mindennapi életében. Tudtuk meg a hotel műveleti igazgatójától. Abszolút kint van a vendégtérben, és hogyha arról van szó, akkor megigazítja a bútorokat, de volt már arra példa, hogy a növényeket megmetszette, volt már, hogy a vendégekkel az kifejezetten gyakori, hogy nagyon sokat beszélget, és ez abszolút egy természetes része a szálloda mindennapjainak. A mi célunk az az, hogy egy olyan otthonos hangulatot teremtsünk, hogy az ember ne egy múzeumban érezze magát, hanem az ember egy igazán kényelmes és komfortos környezetben találja magát, ahol jól tudja érezni magát, el is tudja engedni magát, de közben mégis csak luxus körülmények között történik ez. Volt már egy olasz nagyon neves belsőépítésze a háznak, és egy közös amerikai ismerősön keresztül aztán mégis engem is megkerestek, és egy éjszakánk volt arra, hogy elkészítsük az első terveket. Aztán találkoztunk egy budapesti hotelbe, megmutattam a terveket, és gyakorlatilag hát ilyen tipikus amerikai gondolkodással 20 perccel később a tulajdonos, a Harry Kellen úr megkérdezte, hogy mikorra és mennyiért. Sajnos ez egy nagyon hosszú építkezés volt, 5 évig tartott, nem maga az ötletelés miatt, vagy a financiális részei miatt, hanem az épülettel annyi sok gond volt, hogy annyira sokszor kellett átalakítani a terveket, meg mindent, és a koncepciót maga az épület állaga miatt, hogy így elhúzódott az építkezés. Mindenki a szállodában, az összes dolgozó, a recepción, a housekeepingen és tényleg mindenhol olyan szinten a hozzáállásukkal annyira vendégközpontúak és annyira közösen egy célt képviselnek, hogy ez a szálloda jól működjön és hogy a vendégek jól érezzék magukat, hogy ez a leginkább elengedhetetlen része annak, hogy egy ilyen sikert értünk el.